Egyre népszerűbb a Határtalanul program, ezt mutatják az idei pályázat adatai. 30%-kal többen jelentkeztek határon túli tanulmányi kirándulásra, mint eddig. Már 9. éve fut a program. A lényeg, hogy magyarországi iskolások határon túli régiókba utazhatnak, és megismerkedhetnek az ott élő, szintén magyar diákokkal. Azt mondják, hogy sokak számára már az is különlegesnek számít, hogy több száz kilométert utaznak, aztán amikor megérkeznek és leszállnak a buszról, ott a diákok ugyanúgy magyarul beszélnek, mint ők. Jó bátra, amit nyomod, a ceruzát is, hogy minél erősebben látszódjon. Háromféle erdélyi motívumot rajzoltak és festettek meg a gyerekek délelőtt a magyarságházában. Felső rákoskő halom tájegység, a vargyasi minták vannak, és a homorodalmási mintákat. A kézműves foglalkozás közben a magyarság történelmével, irodalmával és kultúrájával ismerkedhettek. A Határtalanul programnak köszönhetően ugyanis a Pest megyei 7-es diákok hamarosan Erdélybe, Baród környékére utazhatnak. Barátokra is találunk, meg megismerhetjük, hogy milyen az erdélyi élet. A gyerekek azt mondják, örülnek a lehetőségnek, hiszen közülük sokan most először jutnak el a határon túli magyar régiókba. Az ott szerzett élmények és tudás mellett pedig barátságokat is köthetnek. Olyan jó megismerni másokat, ottani élő magyarokat, hogy nekik milyen, meg mi is elmesség, hogy itt nekünk milyen. A Határtalanul programnak köszönhetően 2011 óta a kormányzati támogatással több mint 310 ezer magyarországi és külhoni diák jutott el a magyar lakta határon túli régiókba és az anyaországba. Februárban például 68 csíkszeredai vendégdiák érkezett Pécsre, a helyi tanulók tánccal és énekkel köszöntötték őket. Először vagyok itt, de Pécs nagyon-nagyon tetszik. A program a következő években is folytatódik, idén ráadásul a tavainál harmadával több, mint egy 2220 pályázat érkezett, mondta el a nemzetpolitikai államtitkár. Több újdonság van, egyrészt növekedett a programban a pályázati keret, az elnyerhető támogatás is valamennyire megnőtt, és például az is újdonság, hogy 2-3 iskola is közösen szervezhet egy utat. Ez főleg azoknak a településeknek jó, ahol kis iskolák működnek, kis csoportokkal. Potápi Árpád János hozzátette, a program folyamatosan bővül. Az elmúlt időszakban például valamennyi megyében tájékoztató napokat szerveztek, ezeken új úti célokat is javasoltak, mert szeretnék, ha az eddigi régiók mellé kevéssé ismert tájak is bekerülnének a programba. És további cél az is, hogy a határon túli gyermekek még nagyobb számban érkezzenek magyarországi kirándulásokra. Idén több mint 50 ezer diák vehet részt a Határtalanul program tanulmányi kirándulásain. A legnagyobb összeggel, 3 milliárd forinttal a 7. osztályosok határon túli kirándulásait támogatja a kormány.